81 esetben állapították meg kollégáim azt, hogy gyorshajtás történt. Ezek közül 56 személlyel szemben intézkedtek is kollégáim a gyorshajtás elkövetése miatt, ilyenkor vagy helyszíni bírsággal, vagy pedig közigazgatási bírsággal sújtották azt a személyt, aki a gyorshajtást elkövette. 25 olyan eset is volt a megyében, amikor nem került megállításra a járművezetője. Ők a jövőben arra számíthatnak, hogy vagy a Vas megyei, vagy pedig a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányságtól levelet fognak kapni, hogy ellenük eljárás indul gyorshajtás elkövetése miatt.